Köszöntöm a nézőket. Most következő vendégemhez azt az inzertet is használhatnánk, hogy bűvész, de minek? Ungár Anikó, ez elég mindenki tudja, ki ő, de most más minőségében is itt van, nevezetesen, hogy díszletet és jelmezt is tervezett. Most nézzünk egy kis klipet arról a darabról, amiben ő közreműködött, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Na hát ez az a darab. Hogy kerültél oda, mint díszlet és jelmez tervező? Bár majd szóba ejtjük, hogy azért neked ez nem idegen ez a világ. Egyáltalán nem. Ez úgy van, hogy nekem a Rita gyerekkori barátnőm. A Talos Rita, aki rendezte a darabot. És tulajdonképpen majdnem minden premiéren ott vagyok, amit új darabot csinál. Ugye felvállal egy ilyen női töltésű hangulatú darabokat. Maga színvonalú bulvárt csinál. Abszolút. Női sorsokról. Komédiában, így van. Musicalben, drámában. Igen, nagyon igényesen, nagy nevekkel. Abszolút, és komoly színészekkel, így van. És mindig volt egy olyan érzésem, bármelyik darabját láttam, hogy fú, nagyon jó, de egy jobb díszlet, egy jobb jelmez, vagy más képzeltem volna oda, de ez csak azért, mert szakmailag engem az öltözködés, meg a belső építészet, az mindig izgatott, és mondjuk hát foglalkoztam is vele. Úgyhogy, de ez egy ilyen tudatalatti mély, sose beszéltem róla. És akkor egyszer most meséli, hogy csinál egy darabot, Dámák a pakliban, akkor már felfigyeltem, hogy mi az, hogy pakli, az már egy kicsit a bűvészethez is közel volt. Kártya. Kártya, igen. És akkor ez mindez telefonon, és akkor mondja, hogy így és ilyen karakterek, és négy nő, és a Hegyi Barbara, és a Horváth Lili, és a Szalai Kriszta, és az Olasz Ági, és akkor ilyen karakterek, én már láttam magam előtt a lányokat ezekben a ruhákban, amit ahogy én képzelem. Na most meg tudjuk mutatni. Igen. Néhány pillanat erejéig, hogy milyen ruhák vannak. Úgyhogy mi beszélgetünk alatta, de azt kérem a Tomitól, hogy ez látszódjon jó most. Szóval a lényeg az, hogy mondom a Ritának, ahogy elképzeltem a karaktereket, hogy Rita, kedvem lenne megcsinálni a jelmezt. Azt mondja, ezt nem mondod. Sose beszéltünk erről. Hát mondom, sose, de valahogy most inspirálódtam erre, ahogy elmeséled a karaktereket. És egyszerűen én már láttam magamban mind azt, amit most láttok itt a képernyőn. Igen, amatőr felvétel, de a ruhák jól abszolút játszanak. Igen, 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 igen. Tehát, hogy itt tulajdonképpen különböző karakter. A Barbara az erotika maga, itt különböző 50 és 60 éves nőkről van szó, akik úgy, ahogy nem akarják elveszíteni a fiatalságukat. A Barbara az a szexualitásban menekül, és hát ennél fogva nyilván egy ilyen erotikus öltözék, de finom azért a korának megfelelő. Az Elis, a Horváth Lili, én őt csak is Chanel öltözékben tudtam elképzelni, mert ő a házasszonya, és ő hozta össze, ő hívta meg a barátnőit. Jó, hagyjuk, mert nagyon mozog a kép, most már látunk. Igen, igen. És hát a Kriszta a meg nem értett művész, aki azt gondolja, hogy hippi stílusban és ilyen művész stílusban elvehetjük a képet öltözködni, és aztán van a negyedik karakter, aki tulajdonképpen éli az életét, de úgy történnek meg a dolgok, hogy nem is veszi észre, és szorong, és hát. Úgyhogy nagyon éles, klasszikus négy karakter.
És rögtön a Rita azt mondta, hogy akkor csináld meg. Rita, igen, hát annyira, mert ő tudja, hát mi azért, én nagyon sokszor segítettem neki öltözködni meg mindent, tehát úgy sokszor kérte ki a véleményemet, de hát gyerekkorunk óta ismerjük egymást, tehát ő pontosan tudta, hogy én nem blöffből mondom, hanem én ezt talán meg fogom tudni neki oldani. És a díszletet is gondolom. Aztán ő mondta, hogy hát figyelj, és a díszlet, hát mondom, nyilván harmóniába kell, hogy legyen, boldogan. És akkor így alakult. És hogy akkor fogadták a színésznők a ruháidat? Természetesen. De hát én ezt úgy gondoltam, hogy mivel én tudom, hogy mennyire fontos egy ruha a színpadon. Tehát amikor különösen akkor mondjuk én, mint bűvész tudom, hogy nagyon fontos a ruha. Tehát és néha, ami a magánéletben jó, az a színpadon abszolút meghal. Abszolút nem. Így és van. Fordítva. Tökéletesen látod. Kell egy kicsit egy erőteljesebb karakterizálása a ruhának mindenképpen a színpadon. Tehát az tulajdonképpen hozzá tartozik a dramaturgiához, tehát az megsegíti a dramaturgiát, egy karakternek a ruházata. Úgyhogy igen, és akkor úgy valahogy így azt gondoltam, hogy én ezt a lányokkal együtt csinálom. Tehát úgy nagyjából tudtam, hogy mit akarok, otthon le is rajzoltam magamnak, és akkor elmentünk vásárolni, és elmentünk a varrónőmhöz, hogyha nem találtunk olyat, ami. Úgyhogy az ékszertől kezdve a minden kellék a cipőn keresztül, azt mi közösen csináltuk, mert azt akartam, hogy kényelmes legyen, hogy ő jól érezze magát, tehát hogy magának szóval érezze. Ezt a munkát. Nagyon. Na most nagyon. Neked azért van némi múltad ebben a tervezésben, mert én jártam egy üzletben, annak idején a belvárosban, ahol egészen egyedi blúzokat lehetett kapni, és akkor az nagyon nagy szó volt, akkor még nem az a korszak volt, amikor Sejemből? Igen, nem Sejemből. Az a korszak volt, amikor igen, mindenütt igen. Lehet butikokban százféle dolgot, igen. Hanem ez egy unikális dolog volt, amit ráadásul, te úgy csináltál. Igen, ráadásul egy olyan rést akartam. Légiposta utca volt ez? Párizsi. Dehogy Párizsi utca, Pilvaxköz. Pilvaxköz. Ráadásul egy olyan hiányt akartam pótolni, mert akkoriban voltak, ez az úgynevezett, úgy hívták magukat a divatüzletek, hogy rongyosok. Akik a ruházatot csinálták, mert ilyen bélés anyagokat festettek meg, zseniális módon gyűrtek, és mindenféle... Batikoltak, igen, tehát így ilyen, tulajdonképpen egy ilyen laza egész, és nem volt az elegancia, amit például amit a Chanel kosztüm jelent, vagy egy klubzakó, vagy egy nadrág kosztüm. Tehát, hogy én akartam egy olyan rést bevezetni, ahol a nő eleganciáját tudom. Én vettem, és akkor blúzt emlékszem, hogy igen. Fantasztikus volt. Igen. Azt szerettem volna tudni, hogy miért csináltad azt? Hát akkor te már menő bűvész voltál, vagy ez hobbi volt, vagy megélhetés? Nem. Én az igazság, hogy nagyon korán kezdtem el arra gondolni, hogy hát ki lesz kíváncsi 40 év fölött egy bűvésznőre. És akkor én már készültem is, mert én nekem a végzettségeim a ruházattal és a divattal volt kapcsolatban. Azaz? Akkor elkezdtem, gondoltam, hogy csinálok egy üzletet, ahol de a saját terveim. De hol képezted magad ennek? Ruhaipari technikumot végeztem. És ott megtanultál varni? Hát nem csak varni, hanem szabni terve, persze. Sőt, hát meg még nitteket is. Ruhatörténet, hát minden, amit kell a divathoz, igen. Hogyne, persze. De akkor már bűvészkedtél is. Igen, hát én 65-ös kimitudós voltam, igen, hát és csak 70-ben, illetve 69-ben, nem tudom, hogy mikor érettségiztem, úristen, nem tudom. 69, igen, valahogy így. És a lényeg az, hogy azt akartam biztosítani, hogy ha már nem fogok bűvészkedni, vagy nem lesz annyira kíváncsi a világ rám, akkor legyen egy biztos bázisom, és kedvem is volt csinálni a divatüzletet. És olyan nagy forgalmad volt, de miért szűnt meg ez az annyira helyes, pici üzlet? Igen, nagyon volt. Szerettem. Ez nem egy ilyen hibalkodó, kirakatos nem, hanem egy... Igen, egy finom kis üzlet. Nagyon szerettem csinálni, és megvolt a vevőköröm is, és egyébként csak annyit szemléltetésül, hogy annyira szerettem azt a karakterét az egész időszaknak, hogy most nagyon szélsőséges példát mondok, de hogy mondjuk a kongresszusi palotában felléptem, 600 néző tapsolt, és másnap délelőtt térden ültem
egy hölgy előtt, akinek a szoknya hosszát igazítottam, mert ugye mérték utáni szalon is voltunk, és hogy ő ragaszkodott hozzám, hogy én tudom. Hát sokat voltál az üzletben, tudom. Sokat. Szerettem csinálni. Tehát szerettem ennek a kettősségét, nagyon jó volt. Azért adtuk el az üzletet, és azért szűnt meg, mert elindultak a plázák a városba, és meghalt a belváros. De ez egy olyan magyar specialitás, meg külföldön a plázák a városon kívül vannak. Igen, igen, igen. Nem a város közepén, hát ezért üres a körút, a Rákóczi út, teljesen, a Kossuth-Lajos út. Igen. Úgyhogy megéreztük ennek a szelét, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy be kéne menni egy plázába talán. De az nem a te világod. Az nem az én világom. És az másról szólt, akkoriban ez másról szólt. És ma már vannak sokkal, tehát úgy vannak most elegánsabb és olyan plázák, vagy kisebb ilyen department store-ok, vagy nem is tudom, hogy hívják ezeket, ahol azért butik rendszerű, meg minőségi ruha is van. Akkoriban még nem volt. Mi van most a helyén? Néha arra mész? Szerintem azt eladták, illetve először azért adtam el, mert besétált, képzeld el, egy ember, és azt mondta, hogy ő antikváriumot szeretné csinálni, eladó-e az üzlet. És mondtuk, hogy hát elképzelhető. Úgyhogy eladtuk. Antikváriumnak. Igen. És aztán az optikus, aki ott volt, egy nagyon híres optikus, ő aztán megvette a mellette lévő üzletet, amelyek mi voltunk. Tehát a két üzletből egy üzletet csinál. És ma is működik. Ma is működik, optikus, igen. És ma is varsz például magadnak valami? Jaj, nincs türelmem. Nincs türelmem, de az az igazság, hogy éppen a napokban vesztettem el a 35 éves barátságban levő olyan varrónőmet, aki egyrészt az üzletemben volt az egyik legjobb és a legkreatívabb, és még a jelmezekben is a keze munkája ott van. És hirtelen? 5 napja eltemettük. 55 éves volt. Hú. Igen. Igen. De akkor egész fiatal lányként. Igen, volt nálam. Igen, igen, igen. Ő egy ungvári születésű lány volt, és hát hihetetlen kreatív, és két szavakból megértettük egymást. Csak kezdtem mutatni, és már tudta, hogy mit akarok. Azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy hát ha okulnak belőle. Egy elhanyagolt meldaganat. Ezt azért mondom, hogy lányok, figyeljetek oda. Anikó, hát végül is 40 évesen nem hagytad a bűvészetet. Nem. Eszedbe se jutott, nem? Hát miért kellett volna? Hát jól néztél ki. Sikered volt. Meg tudtál újulni. Nem azért hagytam abba, és most se hagytam abba. De valamelyest változtattam rajta. Azt változtattam, amiben én nagyon érzékenyen látom a világot, és magamat is kívülről, hogy ugyanazt nem lehet évtizedeken csinálni, tehát ugyanazt a stílust, mert változunk. Nem beszélve arról, hogy engem mindig ugyanaz. De honnan tudod, hogy az a stílus, amit te képviselt, amit én nagyon szerettem, és nagyon sokan vagyunk ezzel, hogy pont azért, mert már más stílusok vannak, ez talán mint érdekesség, akár működne is, nem? Nem, mert a mi korosztályunknak ez egy esetleg egy természetes közege lehet. Sőt, hát az életünk igen, része, igen. Persze. Nem, én azt gondolom, hogy ha nem tudsz ritmusban maradni a világgal, ha nem tudsz azonosulni az új dolgokkal, akkor nem vagy mai ember, akkor nem vagy érvényes. Na várjál, nézzük meg, hogy mi a te stílusod, és ahhoz képest mit változott a világ? Hát például az, hogy én már nem kendőkkel dolgozom, vagy virágokkal, vagy kártyákkal, hanem kitaláltam magamnak, nem magamnak kitaláltam, de azt gondoltam, hogy én ezt tudnám csinálni, mentálmágiával foglalkozom. Az mi? A gondolatátviteli bűvészet. Ez, amit úgy hívunk, hogy illúzionisták? Nem, az illúzionistákat úgy hívják, hogy... Mentalisták? Mentalisták, igen. Tehát te most igen. Mentalista én most vagy. Mentalista vagy. Megtanultad? Meg. Fantasztikus. Igen. És tudod, azért mondjál a nézőknek valamit, hogy mi ez. Hát mit tudom én, mondjuk random veszek 3 A4-es üres papírt, összegyűröm, kidobom a nézőkhöz, a másodikat, a harmadikat, és akit ér, az jön fel. Tehát random. Tehát nincs beetetett nézők. Nem.
És akkor leülnek, és akkor az egyiktől kérdezek, kérem, hogy gondoljon egy névre, ami nagyon pregnánsan az életében benne van, nagyon fontos, és úgy tényleg vele él a mai napig, tehát fontos személy az életében. Lehet az család, lehet az bárki. A másiknak egy évszám, legyen akármennyi szám, egyjegyű, kétjegyű, három, négyjegyű, teljesen mindegy. És a harmadiknak oda nyújtok három könyvet, abból ő kiválaszt egyet, és ő majd egy oldalszámot fog megtalálni ahol. És akkor van egy táblám, és ezen a táblán vannak olyan rublikák, amik le vannak takarítva. Nagyon nehéz bűvészetet elmondani. De érthető. Mindegy. Tehát képzelj el egy ekkora táblát, mint egy tévéképernyő, és akkor van három rublika fent, aminek ajtaja van. Tehát az le van takarva, és az alsó három az nyitva van. Fehér tábla. És akkor megkérem az elsőt, hogy gondoljon erősen, és akkor én abba írom be, amit aztán letakarom. Tehát megpróbálom a gondolatát magamba rögzíteni. Igen. És utána megkérem a számot, igen, ott is leírom, a könyv pedig azt mondom, hogy nyissa ki bárhol, bármelyik oldalon, csak az oldalszámot mondja meg, és akkor mondom, 72, ja, mondjuk ezt a könyvet nem olvastam, a 72. oldalon. Jó, akkor nézzen rá, erősen, hangosan, illetve nem hangosan, hanem magában, önmagában mondja többször ezt a szót, amit lát, többen a 8. sor, 6. szavát. Ha nem tetszik, akkor lapozom bele máshova, ami neki tetszik. De mondta, hogy jó, tetszik. És akkor azt is leírom. És a végén ők is aláírják, hogy mi az, amire óriási gondoltak, és utána felfedem, és hát ugyanaz természetesen. Hú, de ez nagyon nehéz, bűvészetet de is látni kell. De szóljál, hogyha ilyet én láthatok. Jó. És ez, tehát magyarul ezzel fel is lépsz meg mindig ezek szerint. Igen, de a bravúrja az, hogy amikor ők visszajönnek először, tudod, a három galacsinnal, azért az hozzátartozik a trükkhöz, és csak így van még egy hatás a végén. A három galacsint én egy cilinderbe beledobatom velük. Azért a klasszikus kis kellék ott legyen a színpadon. És nem, igen. Beledobják, és amikor kitaláltam ugye ezt a három gondolatot, akkor kérem, hogy vegyék vissza a galacsinjaikat, és akkor kérem, hogy nyissák ki. Amit előzőleg ugye látszik, hogy egy fehér lap volt, én gyűrtem össze. És akkor kiveszik, és az, aki a könyvet olvasta, vagy a könyv szavát gondolta, az kinyitja, és az övé nem üres. Az övére rá van írva ugyanaz a szó, mint amit ő kinézett a könyvből. Úgyhogy igen, de hát ezek ilyen dolgok. És nem követelik a nézők, hogy csinálj kendőt, virágot? Nem. Például nem, én imádtam azt a hegedűs trükködet. Ja, igen, igen. Igen, de látod, tehát én úgy érzem, tehát visszatérve az, hogy mi a stílus, tehát azt gondolom, hogy én formailag látom a világot, én négyzetbe látok, tudod így. És én látom azt, hogy egy 74 éves ne lebegtessen egy hegedűt, és mozogjon. Akkor is, ha jól tudok mozogni. Még mindig jól tudok. Igen, de nem, fölötte vagyok már a dolgoknak, tudod? Tehát úgy érzem, hogy már pedig az volt az egyik védjegyet, hogy közben, mintha táncoltál. Most is mozgok, most is jövök, megyek a színpadon, tehát ez... Nincs abba hiány. Nehéz volt a döntés? Tehát volt egy nap, amikor azt mondtad, hogy na, akkor most megtanulom ezt a mentalizmust, és elhagyom a... Nem, én erre lassan készültem fel, tehát úgy finoman. Egy időben már úgy éreztem, hogy egyébként a legjobb kontrollom az a fiam, a Gábor. Baronics Gábor, színész, igen. Ő a legjobb kontrollom, és ő mondta, hogy mama, azt a trükköt már elhagyhatnád. És én tudom, mert ő nagyon érzékeny, ő is borzasztóan jól lát színpadon, és egyáltalán, tehát jó érzékkel bír, jó ízlése is van, és hallgatok rá, és amikor én ezt végig gondolom, hogy ő mit mondott, akkor igazat adtok neki, tehát, hogy ő is formált engem egy kicsit. Mert ő ugye, ő a ma szeme, ő a mának a szeme. Igen. Nagyon fontos. Tehát ez nem volt megrázó számomra. De egyáltalán nem. Nem. Meg hát annyi minden jön felém, amit csinálok, tudod, rádiózom, tehát, hogy... Na, arról is mesélj, a rádióról. Igen.
a Bézs Rádióban dolgozol. Igen, igen, igen. Ez nem fizetésért járó ez nem, a munka. Nem, nem. Én is dolgozom ott, ez igen, hobbi. Nem. Én azt gondolom, hogy kell az életbe, Kati, valami, ami, amit csak úgy azért csinálsz, mert hát szereted. Hogy? Tehát, hogy nem jár érte fizetség. Ez valami jót. Azt gondolom, hogy mindenkinek az életében. Mesélj erről, hogy tehát Bézs Rádió, interneten hallható. Igen, igen, igen. Fodor János alapította, volt igen. Itt, beszélt is róla. Az úgy volt, hogy a János felhívott engem a Fodor János egyik nap. Azt hiszem, pár héttel előtte voltam bent valami riporton valakivel beszélgetni. Igen, igen. Tehát én voltam a riport alany. És akkor hív engem a János, hogy ez a pandémia ideje volt, ez 3 éve volt, 2,5-3 éve. Hogy mit szólnál? Nincs kedved egy műsort csinálni nálunk a Bézs Rádióban? Mondom, János, én a látvány műfaja vagyok. Hát hogy gondolod, hogy én egy mikrofon mögött a hangommal bármit is tudok csinálni? Azt mondja, ő biztos benne. Hát mondom, ne viccelj, próbáld ki. És talál ki egy műsort. Mondom, még ki is kell találni a műsort? Hát azt mondja, hát persze, mert akkor a tied. És akkor nagyon-nagyon biztatott, és akkor elkezdtem gondolkodni, és arra gondolom, hogy ha már csinálok valamit, akkor olyat kéne csinálni, ami üzenet, tehát amivel valamit formálok. Vagy... Nem csak ilyen lát-por-lát beszélgetések. Nem, így van. És akkor kitaláltam azt, hogy engem nagyon zavar az, hogy Magyarországon nagyon erőteljes az idegen gyűlölet. És hát ez történelmileg is visszavezethető. Nagyon mehet szomorú. Mondani, igen. Nagyon szomorú. És engem ez borzasztóan bosszant, mert én azt gondolom, hogy a világra, erre a földgolyóra bárhova születik egy ember, az ugyanaz a faj, az emberi faj. És mindenkinek joga van, emberi joga oda menni, ahol az életét, a boldogságát és a megélhetését biztosítani tudja. És pontosan azt akarom bemutatni itt ezzel a műsorral, és ezt gondoltam ki, hogy olyan emberekkel beszélek, akik nem Magyarországon születtek, de itt támasztják a mi kultúránkat, a társadalmunkat gazdagítják, látom, színesítik. Most az Oránnal csináltam, aki ugye szerb. Szerb, igen. Persze. És hát vele is egy rendhagyó beszélgetés volt, mert én inkább arra voltam kíváncsi, hogy meg azt mutatni, hogy milyen csodás, hogy hát a Dusán, aki szerbnek született, végül is magyarul ír verseket. Mi, és milyen verseket? Tehát, hogy hát gyakorlatilag, de beszélgettem etióp nőgyógyász szülész hát nővel. Én azt hallottam, igen. Igen. Úgyhogy valami 46-47. Kim van a Facebookon mindig, a Bézs Rádió oldalán is megnálad. Az a címe, hogy miért itt. Világbajnok voltál, ismertek külföldön, nem bírom megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy miért maradtál itt, ha te azzal a tudással és azokkal a képességekkel és ezzel a címmel, hogy világbajnok, hát bárhol a világban sokkal több pénzért, sokkal előkelőbb helyen lehetnél. Nem tudok. De volt ilyen kísértés? Tehát nem volt kísértés. Nem, hogy hívtak-e engem, ja, az érdeke? Nem, mert valahogy olyan természetes volt, hogy én utazhattam, bárhol lehettem, volt, hogy fél évig voltam, volt, hogy egy évig voltam egy országban. Tehát én megélhettem azt az életformát ott, tehát sokféle életformát élhettem meg, és nem volt hiányérzet, tehát hogy nekem nem volt bajom az itthonnal egyáltalán. Az egy más dolog, hogy van egy kritikám, meg van véleményem. Hát az legyen is. Igen, de én ebbe az országban gyakorlatilag megéltem a sikereimet, elismertek. Én jól éreztem magam ebbe az országban, pedig hát sok bajom van. Tehát a Bézs Rádió van, fellépések vannak. Most túl vagy egy díszlet és jelmeztervezésen, mi újat várjunk még? Nem tudom, mert én nem találom ki ezeket, ezek úgy jönnek felém, tudod? Van egy tanult érzékenységem, amit az édesanyámtól kaptam, és ezt többször mondtam, hogy vegyem észre, tehát hogy ne próbáljak vágyni valamire, ami éppen trendi, vagy éppen most milyen jó lenne egy olyat is csinálni, tehát hogy kitaláljam magamnak, hanem vegyem észre, hogy mi jön felém, és ha az olyan, amihez értek, vagy tehetségem van hozzá,
akkor vágjak be. Az édesanyád nagyon fontos volt az életedben. Nagyon. Tudom, nagyon. Rendszeresen a Facebookon is ott van, hogy születésnap. Igen. És egy nagyon nehéz sorsot tudhatott maga mögött, ugye a vészkorszakban, és mégis olyan optimista abszolút, volt. Ugye? Hát abszolút. Én találkoztam vele, nem az látszott rajta, hogy nem, naponta megéli a tragédiát. Nem, sőt, hát engem mindent én az a generáció vagyok, akitől óvták a szörnyűségeket. Az én papám sem mesélt róla, igen, nem. De az anyu úgy érezte, hogy annyi mindent tud ezzel nekem átadni, tapasztalatot, életszemléletet, hogy a szélsőséges helyzetekben, de apukám ugyanígy volt, ő 4 évig volt munkaszolgálatos egyébként az Örkény Istvánnal. És ő azért mesélt, mert ez egy tanúság, egy felkészülés az élethez. Tehát nem sajnáltatni akarta magát, nem, hanem... Nem. Hogy tudj róla azt átadni, akart. Igen. Átadni azt, hogy túl lehet élni valamit. Igen. Hogy hogyan lehet túlélni valamit. Az én apámmal ugyanez volt. Igen. Igen, de nagyon fontos dolgok ezek. Hol lehet téged legközelebb látni? Nem is tudom. A Bézs Rádióban hallhatnak. Az milyen igen, napon igen. van a műsorod? Hát élőben úgy lehet, hogyha letölti az ember a Bézs Rádiót az internetről, akkor minden második hét keddjén, 1 órától 2-ig. Tehát egy de van egy archívum. De van egy archív, bemegyünk a Bézs Rádió honlapjára, megnézzük, hogy kik a műsor készítőink, és akkor ott tehát végig Ungár futnak. Anikó nevére, ha ráklikkelnek, igen. ott van az összes műsor. Igen, hát nem csak a névre, hanem fotó egyébként alattad vagyok, ugye, mert Szegvári Ungár, mindig ABC sorrendben, és akkor a fotomra ráklikkelnek, és akkor már ott kidobja, hogy ott vannak. És akkor vissza lehet nézni 45-46 riportot. Amikor fellépni mész, akkor hívnak valamilyen eseményre, vagy igen. műsorra. Igen. Én igen. voltam egy olyan műsoron, ahol nem is a te műsorod volt, de te is ott voltál, és fiatal bűvészek úgy ünnepeltek téged. Igen. Nem emlékszel rá? Lehet. Úgy ünnepeltek téged, ez hihetetlen volt ez a tisztelet, ahogy... De nagyon sok tehetséges fiú van itt Magyarországon. Tanítványod mennyi? Már nem nagyon. Tehát én egy időben csináltam egy bűvés sulit, egy jó 5-6 évig. Az már nincs? Nincsen. Nincsen, mert valahogy úgy éreztem, hogy olyanná kezd alakulni, mint egy tánciskola, vagy mint egy énekiskola, amikor többeket tanítunk. És a bűvészet az egy személyre szóló megnyilvánulás. Tehát nem lehet 10 embernek nem lehet egyszerre tanultani. Én azt gondolom, hogy az a klasszikus, ami eddig is volt régen, hogy mindig egy embertől tanul a másik. Hát meg nem csak trükköket kell, hanem nem. a megjelenést, igen. a mozgást, azt nem lehet 10 embernek egyformán tanítani. A másik, hogy én nehezen mondtam meg a szülőnek, hogy ne haragudjon, de nem érdemes, mert nem lesz, nincs benne tehetség, csak kíváncsi. És csalódottak voltak a szülők? Igen, de megköszönték, mert mondom, hát most miért kérjem el a pénzt? Kár, inkább orientálják már, mert én hiszem azt, hogy ha szülő észreveszi a gyerekében a tehetséget, és arra orientálja, akkor azok mind boldog emberek lesznek, akik a tehetségük szerint élnek. És nem a saját maguk vágyait nem. vetítik rá a gyerekre, mert én azt mondom, az borzalmas. Azért hegedű kisfiam, mert nekem nem sikerült. Vagy azért legyél orvos. Igen. Belülről kell, hogy jöjjön. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komoly szülői felelősség észrevenni a gyerekedbe, hogy mire vagy képes. Hát köszönöm, hogy itt voltál. Remélem a nézők élvezték ezt a fél órát. És hogyha módjuk van, nézzék meg ezt a darabot. Dámák a pakliban, amit Talos Rita rendezett, Anikó pedig a díszletet és a jelmezt tervezte, és hát 4 nagyszerű színésznőt láthatnak mindezen közben. Köszönöm szépen, egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!